halálra idegesítettem én is magam, amikor ügyvédjelöltként beküldtek egy tárgyalóterembe, és átéltem azt, hogy az én szereplésem az embernek az éveket jelent. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ma Magyar György ügyvéd fogja elmondani, hogy neki ki vagy mi volt a legnagyobb vetétársa. Nagyon tetszik nekem a kérdés, de nem szeretnék személyekről beszélni. Senkit nem akarok ugyanis megsérteni, senkit nem szeretnék magamhoz lesüllyeszteni, de felemelni sem. Én inkább azt kezdtem el vizsgálni, hogy mi is az, hogy vetétárs. A vetétárs szó szerintem etimológilag azt jelenti, hogy valamiféle vetélkedésből származó. A vetélkedést viszont nagyon szeretem. Tehát vetélkedni szeretek úgy szellemileg, mint fizikailag, sportvilágában, közéletvilágában, az már nekem való. De nem kell szerintem megjelölni personálisan azt, hogy ki az én vetélytársam. De volt, van egy ilyen létező ember, akihez úgy nagyjából egészében mérte magát? Nem jellemző. Nem jellemző. Az biztos, hogy amikor az ember bírósági tárgyaláson ül, legyen ez mondjuk egy büntetőeljárás, és talán a nézők is említenek arra, hogy Debrecenben volt egy viszonylag súlyos ügy, úgy hívták, hogy Balla Irma féle gyilkosság, és az ő fiát gyanúsította meg a rendőrség és az ügyészség azzal, hogy ő volt az elkövető, magyarul anyagyilkossággal vádolták. Akkor nagyon komoly vetélytársá vált nekem az ügyészség képviselője. Tehát abban a szituációban volt vetélytársam, és le kellett győznöm. Hát hála Istennek a végén sikerült. Ez nekem nagyon tetszett, de nem akarok neveket mondani, de ilyenre gondolok, amikor ön azt kérdezte tőlem, hogy létezik-e vetélytárs. Hát itt szituatív vetélytársak léteznek. Ilyenkor van egy kis színházi program része, és van egy nagyon fontos szakmai háttere. Ezt kell nekünk ott inspiratív módon elővezetni. Egyébként mondjuk pályája kezdetén nem kapta magát olyanon időnként, hogy ezeket a normákat, vagy nem is tudom minek nevezzem, nem tudta mindig betartani mondjuk a rutintalanságának köszönhetően? Tehát, hogy elkapta a hév adott esetben. Kiderült az, hogy milyen a személyes viszonya az ellenfelével szemben. Hogy rokon szenvezik-e vele, vagy sem? Erre megint nagyon oda kell figyelni. A kezdet-kezdetén halálra idegesítettem én is magam, amikor ügyvédjelöltként beküldtek egy tárgyalóterembe, és átéltem azt, hogy az én szereplésem az embernek az éveket jelent. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy én mennyire tudok megfelelni az elvárásoknak, hogy akkor ő 4 vagy 5 évet kap egy szabadságvesztés büntetés tekintetében, és ez engem aludni se hagyott kezdetben. Akkor fogadtam meg, hogy nem fogok büntetügyekkel foglalkozni, mert halálra idegesítettem magam. A feleségem azt kérdezte, hogy itthon vagyok, vagy hol vagyok valahol, mert annyit forogtam és pörögtem, hogy idegesítettek, illetőleg a gondolataim forogtak egész éjszaka. Felelősségterhe, ha jól értem. Igen, pontosan, felelősségterhe, és ez ma is így van, csak ma már nem izgat föl, és egy időben tényleg elfordultam a büntetőügyektől, és átmentem polgárügyekbe, ahol sokkal többet kell jogászkodni. Tehát a jogászra nagyobb szükség van jogi értelemben, tárgyi értelemben, mint a büntetőeljárásban, csak a büntetőeljárásban a személyiségnek megnő a szerepe. És az, ebben a vonatkozásban a védő szerepe is egészen másképp alakul. Tehát a kérdésére az a helyes válasz, hogy természetesen a rutintalanság elvihetett oda, hogy azt éreztem, hogy nem jól csinálom, de hála Istennek a mai világban már ez nem így van. Jó, ha visszafogom magam, mert képes vagyok arra is, hogy elveszítem a nyugalmamat, bár nem arról vagyok híres, hogy idegeskedem, és nyugalmat kell árasztania egy jogi képviselőnek egy bírósági tárgyaláson is, de az ügyfélfogadás közepette is, mert az ügyfél azért fordul mi hozzánk, mert azt gondolja, hogy szakmailag átsegítjük őt az útvesztőkön. Egyébként volt olyan, hogy látványosan elvesztette a nyugalmát, akár egy bírósági tárgyaláson? Amit ma már, ha nem, nem jellemző. Nem jellemző? Én rám nem jellemző, ha valami nagyon éles szituáció keletkezik, vagy a másik fél akar provokálni, mint például ebben a Debrecen tárgyalában azért. Voltak bosszantó jelenetek, amikor az ügyészség például egyszerűen nem volt hajlandó tudomásul venni azt, hogy a telefonok nem szoktak önállóan sétára indulni. Abban az ügyben ugyanis az ő koncepciójuk az volt, hogy a fiatalember megölte az édesanyját, az igaz, hogy már nem volt otthon a telefonja, és megtalálták a város másik pontján, de az ügyészség azt mondta, hogy biztos elvesztette anyuka, mielőtt meghalt volna. Ezek olyan őrületek voltak, amiket nehéz volt követni, de az ember ilyenkor
nyel egyet, fegyelmezi magát, és a legrosszabb esetben kérek is tárgyalási szünetet, vagy jelzek az ügyfelemnek, hogy szeretnék vele konzultálni. És a büntetőeljárás szabályai ezt megengedik, hogy szépen mindenki lehiggad, iszik egy kortyot, és akkor visszaülünk a tárgyalásra. Vannak személyeskedések, én nem mondom, de nem szabad ezeknek fedülni. Egy jó ügyvéd megtanul elhajolni, mint a boxoló. Lehet ütni, tetszik tudni, de az ütések elől el is lehet hajolni. Nem kell minden ütésbe beleállni. Még egyet mondjon meg, ügyvéd úr, ha már az a téma, hogy legnagyobb vetétárs, az én fejemben a valamilyen szintű vetélkedésnek ott van az ódiuma, hogy az egyik elbukik. Ön például hogy viseli a kudarcot? Tehát mondjuk egy vesztes per esetén, azt mondta, hogy volt, hogy nem tudott aludni a felelősség terhe miatt. Egy vesztes per az hetekig nyomasztja? Nem lehet önre is lepni? Nem, mert szerencsére az igazságszolgáltatás képes az önkorrekcióra. És ha történetesen elveszítenénk egy ügyet első fokon, akkor majd a fellebbezésben még egyszer összeszedjük magunkat. Elővesszük azokat az érveinket és azokat a bizonyítékainkat, azokat a jogszabálykutatási eredményeinket, amikkel a másodfokon megváltoztatjuk a számunkra a rossz döntést. Hála Istennek nem jellemző nálunk a kudarc, de azért lehet pert veszteni, ez benne van a pakliban, és az is lehet, hogy az ügyfél ragaszkodik egy pert képviselethez, mi pedig megmondjuk előre ügyvizsgálat keretei között, hogy nem sok sikerre számíthat. Az ilyenkor elszenvedett vereséget tudomásul lehet venni. Szabad nekem még a sportból egy mondatot mondanom, így félig meddig zárásként? Persze. Ez pedig úgy hangzik, hogy kikapni lehet, de feladni soha. Remek végszó. Ügyvéd úr, nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy láttuk, hallottuk. Én köszönöm a lehetőséget. Remélem láttak, hallottak. Abszolút.